Horváth Bükkösdi Fanni vagyok, a Jobkapitál vezetőkiválasztásért felelős tanácsadója, és a következőkben a toborzás új kihívásairól, ezekre a kihívásokra adható jó válaszokról, jó gyakorlatokról fogok beszélni. Néhány szót mondanék a Jobkapitálról. A Jobkapitál a régió meghatározó HR szolgáltató cége. Teljes körű HR tanácsadást nyújtunk megbízóink számára, ezen belül foglalkozunk toborzással és kiválasztással, fizikai, szellemi és vezetői szinten egyaránt. A mai témám tehát a toborzás. Fogok beszélni munkaerőpiaci trendekről, aktuális kihívásokról, végignézzük a toborzás folyamatát olyan szemmel, hogy hogyan lehetne jobban csinálni az aktuális kihívásoknak megfelelően. Megnézzük az online és offline stratégiákat, amik szóba jöhetnek, illetve a jelölt élmény fontosságáról és olyan eszközökről fog beszélni, amikkel elérhető egy pozitív jelölt élmény. Nézzük tehát a toborzást, hogy mi a toborzás, szerintem onnan lehet jól megfogni, hogy a toborzás célja megtalálni, vonzani, elkötelezni és felvenni a lehető legjobb munkatársat. Ez korábban sem volt egyszerű feladat, de az utóbbi 10 évben egyre erősödő tendencia a munkaerő hiányos, munkaerő piaci környezet, ami azt jelenti, hogy egyre nehezebb megtalálni a megfelelő szakembert a pozíciókra. Az ember fölad egy hirdetést, mondjuk minőség, irányítási mérnök, autóipari tapasztalata, nyelvtudással, és senki nem jelentkezik rá. Hogyha számokat akarok mondani, akkor azt kell megemlíteni, hogy 2019-ben itt a koronavírus kitörését megelőzően Magyarországon a versenyszférában 53 ezer betöltetlen álláshely volt. Mindez úgy, hogy a foglalkoztatottsági ráta pedig a rendszerváltást követően minden eddiginél magasabbra, 60% fölé kúszott. Most a koronavírus tavaszi hulláma ezt a tendenciát egy picikét beszakította. Óvatosabb becslések szerint mintegy 140 ezer ember vesztette el a munkáját, mások 250-300 ezerről is beszélnek. Viszont érdekes, hogy a foglalkoztatottsági adatok szerint júniusban többen dolgoztak már idén, mint januárban a vírus kitörését megelőzően, hát ez csak egy átmeneti visszaesést jelent. Hogyha hosszú távon nézzük a tendenciát, 2010-hez képest 2020-ban közel 750 ezerrel többen dolgoztak. Látható, hogy ez a 750 ezer ember egy hatalmas változást jelent, és 2010-ben gyakorlatilag a munkaadó könnyen talált embert, ők diktálták a feltételeket, a munkavállaló pedig érezte magát megtisztelve, hogy foglalkoznak vele a kiválasztási folyamatban, netán föl is veszik a pozícióra, amire jelentkezett. 2020-ban ez az alkú pozíció teljesen felcserélődött, és a munkáltatók gyakran közel harcot vívnak a legjobb pályázókért, például nyelveket beszélő mérnökökért, már az egyetemi éveik alatt versengenek a leendő munkáltatók, hogy kihez fog dolgozni menni, hogyha meg lesz a diplomája. Mindez azt eredményezi, hogy a toborzás nagymértékben átalakult és felértékelődött, és az olyan fogalmak is megkerülhetetlenné válnak, mint a munkáltatói márkaépítés, az employer branding, illetve a jelölt élmény, amiről fogok szintén beszélni ma. Nézzük most a toborzás folyamatát olyan szempontból, hogy hogyan lehet hatékonyabban végezni összhangban a megváltozott környezettel. Ugye első lépés a munkakör meghatározása, ez már az a pont, ahol sokan nagyon elbizonytalanodnak, pedig rettentő fontos, hogy miből indulunk ki. Mondok egy példát, nem olyan régen ellátogatott hozzánk egy leendő ügyfél, egy KKV tulajdonosa azzal az igénnyel, hogy ő kereskedelmi vezetőt szeretne felvenni. Egy szűk órát beszélgettünk az ő cégéről, átbeszéltük a szervezeti felépítést, a folyamatait, és a végén azzal
a boldog megvilágosodással távozott, hogy neki operatív vezetőre lesz egyébként szüksége. Hogyha hozzánk fordul valaki a jobbkapitálhoz, általában egy teljes körű HR tanácsadást is kap a toborzás kiválasztás mellé, hiszen a toborzás az emberi erőforrás stratégiának a szerves része, és hogyha a teljes rendszert nem működtetjük jól, akkor maga a toborzás sem működhet optimálisan. A második lépés a kompetenciák meghatározása. Itt is segítjük az ügyfeleinket abban, hogy világossá váljon már a kezdetén, hogy mi az, amire feltétlen szükség van, mi az, amiből lehet engedni. Például egy vezető pozíciónál elég egy jó szakember vezetői kvalitásokkal, vagy pedig szükséges egy igazi tapasztalt menedzser, kiforrott menedzsment technikákkal. A személyiség illeszkedése egy nagyon érdekes, izgalmas kérdés. Mi a jobbkapitálnál egy háromszintű megfeleltetésről szoktunk beszélni, a személyes, a szakmai és a szociális megfeleltetés. Ugye a személyiség egy eléggé állandó dolog, az ember habitusa, a kulturális háttere, viszonylag fix dolgok, de alapvető fontosságú, hogy ez az ember szervesen bele tudjon illeszkedni a leendő munkahelyének a szervezeti kultúrájában. Tehát a teljes egységet kell szem előtt tartanunk ahhoz, hogy jó szívvel tudjunk ajánlani egy jelöltet a leendő munkahelyre. Az utolsó pontom itt az álláshirdetés megírása. Itt azt szeretném kiemelni, hogy látható, hogy a teljes toborzási folyamat egy erőteljes értékesítés, az álláshirdetés megírása is ugyanilyen értékesítés. Az álláshirdetést úgy kell megírni, hogy azt sugározza a jelöltnek, hogy itt jó lesz dolgozni. A jelöltnek akarnia kell ezt a pozíciót, lelkesnek kell lennie tőle, és nem csak egy állást ajánlunk neki, hanem arra kell gondolni, hogy lehetőséget biztosítunk a karrierjében egy ugrásra, lehetőséget teremtünk az álmai megvalósítására. És egyébként nagyon jó érzés, amikor korábban elhelyezett jelöltekkel beszélgetünk, és hálásak, hogy megtaláltuk számukra a megfelelő munkahelyet, sokkal jobban érzik magukat, szakmailag ki tudnak teljesedni, jó helyen vannak, illetve a megbízók is nagyon hálásak tudnak lenni, hogyha egy égető munkaerőhiányt sikeresen megoldottunk. A következő témám az online és az offline stratégiák lesznek. Ugye az online tér most már teljesen átgyűrűzi a mindennapjainkat, lehetetlen nem jelen lenni, és agilisan kell ott jelen lenni. Az álláshirdetés megírása és online szerepeltetése is egy ilyen téma, de a céges karrier oldal is nagyon fontos, hogy ott megfelelően érdekes, a célközönségnek értékes tartalmak szerepeljenek. Illetve hát a social media meg annyi fajtája és formája, ahol az a legnagyobb munka, hogy folyamatosan olyan tartalmat szolgáltassunk a célcsoportnak, ami számukra érdekes, ami bevonza őket, amivel megfelelően használható networköt tudunk aztán építeni. Az offline stratégiák közül régóta bevált és jól működő dolog az ajánlási rendszer, sok cég használja sikerrel, de ezen kívül a tehetségprogramok, nyílt napok, előadások is hasznosak tudnak lenni. Itt az a lélektan, hogy ha az ember már járt korábban a gyárkapun, a cég ajtaján belül, megismerkedett vele, ott jó élményeket szerzett, akkor nagyobb biztonsággal fog rákattintani a hirdetésükre, és könnyebben köteleződik el, amikor ők szakembert keresnek magukhoz. És ha már itt a jó élményt említettem, akkor át is kötődünk az utolsó kis témámhoz, a jelölt élményhez. Ez egy nagyon érdekes terület, ami mostanában nyerte el az igazi fontosságát. Nyilván mindig fontos volt arra figyelni, hogy a jelölt jól érezze magát, hogy
kedvesen, tisztelettel bánjunk vele, de gyakorlatilag most már elengedhetetlen, hogy a jelölt élmény koncepciót a toborzási stratégiában kiemelten kezeljük, mert kulcsfontosságú, hanem a legfontosabb dolog a toborzásban a pozitív jelölt élmény. Olyan erős üzleti hatásai vannak, hogy feltétlenül kiemelten kell kezelni. Ha negatív a jelölt élmény, annak is erős üzleti hatásai vannak, csak sajnos a másik irányban, ezt feltétlenül el kell ugye kerülnünk. Ha pozitív a jelölt élmény, hatékonyabb lesz a toborzás, mert nagyobb eséllyel mond igent a jelölt a pozícióra. Ha ezzel az egész munkáltatói márkánk is erősödni fog, és nagyobb eséllyel vonzunk be majd a későbbiekben is további jelölteket, valamint a továbbajánlási arány is javul, amivel pedig a vevői kör is bővülhet hosszú távon. Három faktor kell megfeleltetni, és minden egyes jelöltnél ennek a minőségét biztosítani, az eszközök, amiket használunk, a folyamatok, amiket használunk, és az emberi interakciók minősége. Gyakorlatilag az első eszköz mondjuk a hirdetés, vagy a karrier oldal, ahol fölmegy a jelölt, ott egy szépen felépített oldalal találkozzon, kellemes legyen számára ott böngészni, egyszerűen meg tudja találni a regisztráció módját, ne kelljen hosszú formokat kitölteni a jelentkezéshez. Ha bejön interjúra a céghez, akkor kedvesen fogadják, egy olyan csapat dolgozon a toborzáson, aki szakértő és lelkesedik a munkájáért. Hát folyamatosan kommunikációt kell biztosítani a jelölt számára. Manapság már az ember rendel valamit az online térből, és minden nap rá tud nézni, hogy most éppen elindult-e a csomag a feladóhelyről, megérkezett-e az országba, mikor fogom megkapni. A jelölt meg szegény gyakran elküldi jelentkezését, és három hónapon keresztül senki nem jelez neki vissza semmit, rosszabb esetben pedig egyáltalán soha többet nem hall a cégről. Hát ez borzasztó élmény a jelöltnek. A gyors negatív visszajelzés, tehát elutasítás is sokkal jobb, mint a hónapokon keresztül bizonytalanságban tartás. A visszajelzést nem szabad megsporolni, nagyon sok idő, energia az összes jelölttel a folyamatos kommunikáció, de hosszú távon szükséges és feltétlenül kell ezt kezelni. Összefoglalva az eddig elhangzottakat, én négy dolgot szeretnék kiemelni, szerintem ez a négy dolog elég jól leírja, hogy mi kell ahhoz, hogy a modern környezetben a toborzás sikeres lehessen. Ez az egyik a HR stratégia, hogy teljes HR stratégia szempontjából megfelelően fel legyen építve, elő legyen készítve a toborzás. Aztán a célcsoport elérése, itt komoly marketing, PR és fejvadász szakmai eszközöket kell bevetni ahhoz, hogy minél teljesebben, minél intenzívebben és szelektívben el tudjuk érni azt a célcsoportot, akinek a mi hirdetésünk szól. A teljes folyamat során motiváltan kell tartani a pályázókat, lelkesíteni kell őket, ugye itt is a folyamatos kommunikációra hívnám fel a figyelmet, illetve a jelölt élmény kapcsán, hogy mindeközben egy pozitív élményt, értéket tapasztaljon meg a pályázó. Köszönöm a figyelmet!